Az 1-1-2 Marosvásárhelyi kávézó fennállásának 5. évét ünnepli idén. A hangulatos lokál nem csak a kávészerelmeseinek igényeit próbálja kielégíteni, hanem különböző eseményeivel az adománygyűjtés fontosságára is felhívja a figyelmet. Az adománygyűjtés létele mellett az 1-1-2 kávézónak, a pop-up események a kávézóval egyidősök. Igazság szerint már 5 éve, ugye a pandémiával együtt 5 éve csináljuk ezeket az eseményeket. Tudtam szerint az elsők voltunk, akik így felhívtuk úgy a fogyasztóink, mind a vásárlói közönségnek a figyelmét arra, hogy ugye nem csak fajkutyák, hanem vannak más kutyák is, akiknek lehet szüksége kajára, adományra. És igazság szerint amellett, hogy egy jó kávét tudsz inni, ez is a témája az eseményeknek, hogy adományokat gyűjtsünk a menhelyeknek. Ez egy normális dolog, tehát nem csak kutyákról beszélünk, hanem egyébként is ez egy olyan dolog, amit manapság egy normálisnak kell tekinteni. A kávézó szombati bevételét és a kihelyezett adománydoboz tartalmát a Marosvásárhelyi állatmenhelynek adományozza, de nem pénzformájában. Gyógyszert, eledelt és különböző a tél közelettével szükséges felszerelést kap majd a menhely tőlük annak érdekében, hogy az ott élő kutyák tele is könnyebb legyen. Több mint 100 kg kutyatáp is összegyűlt még az esemény ideje alatt. Elsősorban a mai eseménynek az egyik legfontosabb része az, hogy a Marosvásárhelyi kutyamenhelynek gyűjtünk termékeket, hogyha anyagi felajánlások lesznek, akkor nyilvánvalóan abból majd megvásároljuk a számukra szükséges termékeket, és azokat fogjuk majd utólag odaadni. A halloweeni pop-up kiadás az adománygyűjtésen túl a szórakozásról is szólt. Sok gazdi öltöztette be kutyusát, de voltak olyanok is, akik hasonlóképpen jelmezbe bújtak, és így mutatták be kedvenceiket a közönségnek. A mai eseménynek egy külön témája van, a Halloween pop-up. Igazából arról szól, hogy a kutyusok felöltöznek bizonyos figuráknak, személyeknek. Ugye most körbenézek, hogy mosolyogok, mert egy érdekesebbnél érdekesebb figurákat találunk. Az eseményen a Pet Portrait stúdió fotósa fényképeket készített a beöltözött kutyusokról, hogy egyik gazdi se felejtse el ezt az élményt. A professzionális fotók árából befolyt összegek egy részét hasonlóképpen a Marosvásárhelyi kutyamenhely támogatására fordítják. A pop-up események jó lehetőségként szolgálnak a kutyás gazdiknak a találkozásra, de ugyanakkor kedvenceiknek is nagyon jó, szocializálódási lehetőséget biztosítanak. Ajánlanám azoknak, akik kutyatulajdonosok, és ugye vannak olyanok, akiknek kutyájuk félénk, vagy agresszívebb, ilyen alkalmakkor segíthetnek azon, hogy ezen túl legyenek maga a kutya, persze.